Sziasztok! Itt vagyok Budapesten, a Pesti oldalon, a Duna partján, pontosabban a Moszkva sétányon, ahová egy ilyen gyors délutáni féderezésre ugrottam ki, ahol a célhalaim azok a márnák lesznek. Gondoltam egyet és kijöttem horgászni, ugyanis úgy gondolom, hogy ezek az utolsó ilyen szép idővel kecsegtető napok az évben, úgyhogy meglátjuk, hogy ez a rövid idő alatt mire fogja futni, mit fog tudni fogni. Remélem, hogy egy pár szép márnát, vagy pár szép folyóvízi halat tudok nektek mutatni. A parttól nagyjából 25 méteres távolságra kezdtem meg a horgászatot kiakasztott zsinórklipsszel. Ezen a távolságon maradéktalanul megállt a kosaram, a víz sodrása nem mozgatta el. Így 2-3 perces ütemben kezdtem meg a horgászatot, ezzel kialakítva az etetésemet. Hát igen, ő azért egy elég fura szerzet. Mivel ugye Rapid Pecáról beszélünk, utolsó percben jutott eszembe, hogy nincsen etetőkosaram, ami alkalmas erre a folyóvízi pecára, úgyhogy beugrottam egy horgászboltba, de nem kaptam, csak karmok nélküli sima folyóvízi kosarat, 170 grammosat vettem, nem tudom, hogy látszik, így, igen, és ebbe tekertem bele 2 darab csavart, ami segít abban, hogy a sóderes mederfenékbe bele tudjon kapaszkodni, és a zsinórnak neki feszülő víz, az ne tudja elmozdítani a kosarat. Hát bután néz ki, viszont a funkcióját azt tökéletesen betölti. És mivel egy botta a horgászok, ezért ezzel a nagy kosárra 3-4 percenként dobok újat, hogy folyamatosan jusson be elégethető anyag a halaknak, illetve természetesen csonti. Azért ezzel már lehet betermelni anyagot. Nagy általánosságban elmondható az, hogy a nagy mennyiségű etetés ugye folyamatos dobálás miatt azért előbb-utóbb mindig behozza a halat a Dunán. Ez sincs mindig így, van, hogy kapás nélkül megúszom. Most is azért elég sokat kellett dobálnom, de meg is jött az első hal, ami ugyan nem márna. De egy gyönyörű szép nagy testű jászkeszeg, ami ugyan elég fakó, de nagyon jó kapása volt. És tehát elég jól is védekezett. Még ezzel a kemény cuccal is élmény volt fárasztani. De engedem is vissza, hát ha jön még több is belőlük, illetve remélem, hogy a márna csapat is rám talál. Ez egy pár perccel ezelőtt a horgomra akadó ilyen hát nedves törlőkendőre hasonlító anyag, amiből nagyon-nagyon sok van a Dunának ezen a szakaszán a mederre tapadva. Ezeket kell sokszor a szerelékkel föltépni. És hogyha megnézitek, akkor szinte nyüzsög, szinte él ez a szövet. Ugyanis tele van ilyen apró, hát szerintem rákfélékkel ez a szövet, és biztos, hogy ezeket előszeretettel fogyasztják a dunai halak, és biztos, hogy ez nagy mennyiségben is áll a rendelkezésükre, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a fővárosi halak mérete az párját ritkítja a Duna tekintetében.
Hát ugyan, márna, az nem sikerült ezen a rövid pecán, de egy aprócska kis paduca azért még megajándékozott így a Duna. Nem mindig bőkezű, mint ahogy most sem. Ugye az a jászkeszeg és ez a kis paduc jött be, illetve volt egy rontott kapásom, de ilyen csodaszép őszi időben még azért azt mondom, hogy ez is elviselhető. Még a sikertelenség ellenére sem szomorúan pakoltam össze, ugyanis tudtam, hogy legközelebb is itt fogok horgászni, és reménykedtem, hogy az sokkal jobban fog sikerülni.